segíts, hogy valóban vezess. Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis megjelenik egy könyvem a HVG kiadásban, Válj valóban a címe, és énmárkáról, hatékonyságnövelésről, valamint lifehackekről lesz benne szó, és úgy gondoltam, hogy minden nap bemutatok egy fejezetet. A mai, ahogy mondtam, segíts, hogy valójában vezess. A saját tapasztalatom alapján az emberek két okból segítenek másokon. Az egyik, hogyha szeretnének valamit visszaadni a közösség számára, és így azt meghálálni, hogyha valaki nekik segített, vagy egyszerűen csak tényleg egy önzetlen módon továbbadni azt, amit ők átéltek, és ezt megosztani. A másik pedig, hogyha várnak valamit cserébe. Mindkettő jó, hiszen az eredmény az, hogy segítünk az embereknek, de vezetőként azért mégiscsak az első indítatás az, ami igazán szép, talán a szép az egy jó szó erre. Coelhónak a Zahír című könyvében olvastam a szeretet vagy szívességbank, valahogy így volt a kifejezés, és az azt mondja, hogy amikor valamit segítünk, valami szívességet teszünk, akkor sose onnan várjuk azt vissza, ahonnan azt kaptuk, hanem majd a világon ezen a szívesség szeretetbankon keresztül máshol fogjuk visszakapni, és ez egy ilyen lánc igazából, hogy mindig valahol valamit teszünk, ők is tesznek másokkal, és ez valahogy körbeél, és vissza fogjuk kapni. A lényeg, hogy úgy cselekedjünk, hogy sose várjunk valamit cserébe, hiszen úgyis majd valahonnan, máshonnan kapunk valamit. Induljon az intro, és kezdjük el a mai vlogot. Az élet legsürgetőbb és örök kérdése, hogy mi mit teszünk másokért. Ifjabb Martin Luther King. Adj, hogy kérhess. Itt játszanak a kutyák. Szóval adj, hogy kérhess. Van Chris Sakának a sztoria, aki amikor karrierje elején elkezdett dolgozni a Google-ben, akkor egyszerűen csak mindegyik helyen részt vett, ahol csak tudott, és így igyekezett részt venni a különböző közösségekben. Erről a sztoriról már beszéltem a hatodik részben, ide kattintva azt megnézheted, most nem mondom el. Viszont mesélek egy amerikai youtuber srácról, akit Mr. Beast-nek hívnak, és az egész csatornáját arra épít, hogy másoknak segít. Ilyen blockchain-es, bitcoinos lehetőségnek köszönhetően rengeteg pénze volt, és nyilván Amerikában a YouTube reklám bevétel meg szponzációból tényleg millió dollárokat lehet keresni, úgyhogy más szint, amiről beszélünk, de a lényeg, hogy a csávó ezt a pénzt nem magára költi, hanem például olyanokat csinál, hogy felvásárol egy teljes élelmiszerboltot, és azt elviszi egy ételkiosztó szolgálatnak, vagy fog egy bankkártyát, bemegy mondjuk egy plázába, és oda megy random emberekhez egy poldba, hogy itt van a kártya, nem mondom el, mennyi a limit, válogass össze, amit szeretnél, és hogyha nem léped át a limitet, akkor a tied, hogyha átléped a limitet, akkor meg semmit nem kapsz meg. Az egész koncepció mindegyikben arra épül, hogy segíteni másokon. Többen vannak így, mint hinnéd. Úgyhogy a másik oldalról megközelítve nyugodtan kérj. Kérjél elvárások nélkül. Például, amikor kitaláltam azt, hogy én a Sziget Fesztiválon szeretnék vlogolni, úgyhogy egyáltalán nincsen egy nagy YouTube csatornám, írtam Gerendai Károlynak, vele már egy barátomnak köszönhetően, aki összekötött Kéri Csabi a Haver vagyos rendezvényen Gerendai Károllyal, úgy tudtam készíteni egy interjút, amúgy kattints ide és megnézheted Károllyal azt a beszélgetést, és gondoltam, hogy megpróbálom, megkérdezem, ráírok. Írtam egy e-mailt, egyáltalán semmi választ nem kaptam. Utána egy héttel rá újra ráírtam, hogy hát azért egy follow-upot megél. Egy fél órán belül válaszolt, hogy persze, semmi gond, ennek meg ennek írja, hivatkozzak rá. Írtam, becécéztem, és most már harmadik éve volt, hogy mehettem folyamatosan Szigetre vlogolni, úgyhogy igazából egyáltalán nincsen egy nagy YouTube csatornám. De egy próbát megér. És hogyha nem jön össze, akkor nem jön össze. Siri nagyon szeretne lemenni a Dunába, de nem engedem, mert akkor vizes lenne. Ha másoknak segítesz, magaddal teszel jót. Szokták mondani, hogy a
vezetők, a vállalkozók, magányos farkasok, hogy a csúcson nagyon magányos. Szerintem ez a legnagyobb marhaság, ami ilyen tévhit, amit szoktak a vállalkozással kapcsolatban mondani, hiszen nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy valaki úgy érhet el nagy sikereket, hogy közben nem voltak partnerei, nem segítették, mentorok, partnerek, akár más vállalkozók, vagy egy támogató közeg. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy legyen egy támogatói közeged, hogy együttműködj, hogy partnereid legyenek, ugyanis ezek a... Szirike, ott figyeljétek! A lényeg, hogy kapcsolatok nélkül sosem tudunk olyan magas szintre elérni, mint amire vágyunk, és kapcsolatokat nagyon könnyű úgy építeni, hogyha segítesz másokon. Következő pedig, hogy önkénteskedj, és most nem arra gondolok, hogy menjél el Afrikába és egy elhagyatott faluba ételt osz ki, vagy felépítsd a falut. Persze, hogyha ilyen ambícióid vannak, és ezt meg tudod tenni, akkor nyilván tedd is meg, de hogy mindenki a maga módján tud valamilyen önkéntes, például alapítványi programban részt venni. Vagy például én néhány vállalkozó barátommal pár éve megalapítottuk a mentorship-et, ahol ugyanolyan vállalkozókedvű fiataloknak segítünk, mint mi voltunk, vagy vagyunk, csak éppen mi 2-3, mondjuk 5 évvel előttük járunk, és meg tudtuk osztani azokat a tapasztalatokat, amit mi átéltünk, és így lehet, hogy ők legalább ezt nem kell, hogy ugyanazokat a hibákat elkövessék, amiket mi. A lényeg, hogy mindig tudsz valahogy visszaadni, segíteni, önkénteskedni a saját életedben, a saját szinteden. Most menjünk el a szokásos helyszínünkre, és jöjjenek a lifehack-ek. Jöjjenek a lifehack-ek. Elég sok lesz, kezdjünk bele, úgyis eddig egy rövid vlogról volt szó, AirPodsra nem szükség. Kérjél! Gyakorold a kérésnek a természetességét. Például csinálhatsz azt, hogy menj el a kedvenc kávézódba, és kérdezd meg, hogy kérhetsz egy extra 10% kedvezményt. Nyilván nem azért a 10%-ért, hanem sokkal inkább, hogy megszokd azt, hogy abban semmi természetellenes nincsen, vagy probléma, hogyha egyszer megkérdezel dolgokat. Úgyhogy merjél kérni. Második lifehack, hogy legyen missziód, és nem csak neked, hanem a csapatodnak is, akivel együtt dolgozol, akár a partnereidnek is, és nem csak egy ilyen kitalált, valamilyen bullshit-es dolog, hanem olyan, amiben őszintén mindannyian hisztek és osztjátok. Hiszen amikor jön valamilyen mindennapi nehézség, akkor lehet, hogy pont ez a miért fog segíteni, túllendíteni az adott problémán. Úgyhogy misszió. Amikor delegálsz, vagy mondjuk egy feladatot nem egyedül végzel el, határozd meg minél pontosabban, hogy kitől mit vársz el. Csak így lehet, hogy mind a ketten ugyanazt értsétek az adott dolgot, illetve az összes szereplő ugyanazt értse, és hogyha bárhol valami nem világos, vagy nem ugyanazt gondoljátok, az inkább az elején derüljön ki, mint utólag. Ebből adódik, hogy az is pontosan derüljön ki, hogy mit várunk az adott feladattól, mi az az eredmény, az a konkrét eredmény, amit szeretnénk, hogy megvalósuljon, valamint az is nagyon fontos, hogy azt a miértet, amit ugye az első lifehackben mondtam, tényleg mindenki magáénak tudja, hiszen így nem csak az van, hogy a feladat egyértelmű, de az elvégzése, oka és a cél a miért is, így garantálható mind a hatékonyság, meg egy sikeresebb kimenetel is. Amikor pedig egy feladatot vagy projektet lezártok, esetleg egy mérföldkőhöz értek, azt ünnepeljétek meg, legyen akár ilyen apró vagy óriási dolog, igenis ünnepeljetek, sőt, még akkor is ünnepeljetek, hogyha nem úgy sikerült, vagy akár kudarc is lett. Igen, pontosan a kudarcot is ünnepeljétek meg. Hiszen az is tanulságokkal szolgálhat. Ehhez még egy adalék, az agilis módszertanból származó úgynevezett ceremónia, ami kvázi egy ilyen értékelő meeting, amit retrospektívnak hívnak, 3 kérdést tegyetek fel. Az első az az, hogy mi működik, és folytassuk. Második, mi az, ami nem működik, és hagyjuk abba. A harmadik pedig ugye ennek a kombinációja, hogy mi az, ami nem működik, de változtassunk rajta, és amúgy folytassuk. Ez a blog szerintem viszonylag rövid lett. Itt is a vége,
holnap a könyvnek a második nagy részével folytatjuk, ami a hatékonyság növelés, úgyhogy ha most találkoztunk először és nem vagy feliratkozva, mindenféleképpen nyomja a feliratkozás gombra, mellette a csengőre is, hogy ne maradj le a tartalmakról, valamint a like gomb alatt találod a leírásban a könyvnek a linkjét, ugyanis már előrendelhető, valamint a hozzátartozó képzéseimet is. Van két online képzésem, Én Márka, illetve Produktivitás területén, ezek már elérhetőek. Ha úgy gondolod, iratkozz be, van ingyenes verziója is, van, hogyha all-in akarsz menni, fizetős verziója is. Valamint menj át Instagramra, ott most napi tartalmakkal jövök a könyvem kapcsán. Illetve még egy dolog, hogyha ez a vlog, illetve amilyen gondolatok voltak benne, úgy gondolod, hogy valakinek érdekes, akkor mindenféleképpen küldd el neki is. Köszönöm, hogy itt voltál, megnéztél, remélem holnap találkozunk. Szia, sziasztok!